eljutottam a vállalkozásomra egy olyan pontra, hogy az addig itt kimaxoltam, és szerettem volna fejlődni benne, de mivel nem tudtam, hogy ezt hogyan lehet jól csinálni, ezért jelentkeztem, hogy megtanuljam. Azért választottam Kulcsár Tibornak a képzését, mert szerettem volna, hogy ahova ő eljutott, oda én is eljuthassak, és szeretném azokat a hibákat, amiket ő elkövetett, nem elkövetni, és szeretnék egy olyan céget építeni, ami önműködően képes az én jólétemet biztosítani. Szerintem Tibor egy értékes ember, jól csinálja, amit csinál, és próbálom megfogadni a tanácsait bizonyos területeken, úgyhogy egy jó, keményvonalas vállalkozó. Azért választottam Kulcsár Tibort, mert ő maga is felépítette egy nagyon sikeres vállalkozást, és abszolút a magyar piacban gondolkodik. Rengeteg olyan impulzust ad nem csak Tibor, hanem a jelenlevő személyek is, ami ki tud zökkenteni a megszokott, belesüppett gondolkozásból, és egy új fényt vissza vállalkozás szellemiségében. Mióta ide járok az akadémiára, rengeteg minden változott a cégem életében. Folyamatokat építettem ki, amiket dokumentáltam, az árbevételemet megnöveltem 30%-kal, értékesítőt vettem föl, ez volt az első és az egy legfontosabb feladatom. Ajánlanám más vállalkozásoknak is az akadémiát, mert egy nagyon komplex szemléletet ad arról, hogy hogyan kell nekiállni, felépíteni egy gazdaságilag is stabil vállalkozást. Aki szeretne egy nyugodtabb, jobb életet, ahol nyilván bőségben élhet, akkor szerintem mindenképp ajánlott. Igazából amit meg kell fogadni, az, hogy csinálni kell, nem csak eljönni, vele sok kinek nem sikerül. Alapvetően azoknak is, akik csak egy utat keresnek, vagy valami segítséget, hogy ők vállalkozóvá tudjanak válni, mert sokan azt hiszik, hogy vállalkozók, de ameddig benne vagyunk egy burokban, addig csak a burokig látunk, és nem tudjuk, hogy mi minden van még ugye a külvilágban, és mi mindenről nem tudunk még, és ezek közé így nagyon szépen felnyitják az ember szemét.